Sziasztok és üdvözlő a csatornán! A mai videó nem lesz más, mint egy kérdezfelelek. A community postban kértelek benneteket, hogy tegyetek föl bármilyen, akármilyen kérdést, és hogyha valakinek tetszik a kérdés, akkor mindenképpen lájkoljátok, hogy lássam, mennyi embernek tetszik, és kaptam egy jó pár kérdést. Tényleg mindenféle témában. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok ezekre és a válaszaimra, akkor ne kattintsatok sehova. Szóval először azokat mentettem le, amelyek a legtöbb lájkot kapták, utána pedig válogattam érdekes kérdésekből, mert volt egy pár olyan, amiről amúgy szerettem volna beszélni, és tök jó, hogy feltettétek, de akkor kezdjünk is bele. Sakura Sato kérdezi, igazából több kérdést tett föl, de 61 lájkkal ő nyert, szóval mindenképpen bele akartam tenni. Mi a kedvenc történelmi személyed és korszakod? Ókori Egyiptom, azon belül is Új Birodalom, és Hatshepsut. Az a nő. Nem véletlen belül írtam a mester szakdolgozatomat. Az a nő a badass fogalma. Az OG badass. Imádom. Egyszer majd szeretnék róla csinálni egy külön videót, mert szerintem érdemes meghallgatni az ő történetét. Mi a véleményed a férfinők barátságról? Létezik-e egyáltalán? Alapvetően szerintem létezik, de annak az esélye, hogy ez így jól süljön el, nagyon kevés. Mi volt az eddigi kedvenc sminked, amit készítettél? Ő a színek is nagyon jól el lettek találva, a fazon is nagyon jól el lett találva, és ezen a napon nagyon fotogén voltam. Úgyhogy ő az egyik kedvencem. A legtöbb helyen azt hiszem ez van kint profilképnek talán. Ez meg van egy másik, amit szoktam használni, de Őt nagyon szeretem, hogy jól néztem ki aznap. Mi a kedvenc virágod? Nincs. Nem vagyok egy túl virágos fajta, mert mindet kinyírom. Tehát kell-e bizonyíték? Nem igazán van. Talán a kála, azt hiszem, hogy hívják ilyen fehér növény. Talán az nem nincs. Melyik a kedvenc smink márkád? Jelenleg a Beauty Bay. Nagyon meggyőzött 2021-ben. Nagyon sokszor használom a Beauty Bay termékét, most is a szemhéjam közepén, ez egy Beauty Bay-es ilyen csillámos dolog, és ilyen. Nagyon-nagyon szeretem. Milyen filmeket és sorozatokat szeretsz? Bármi, ami nem nyálas romantikus és slasher, véres, belezős horror. A kettő köz pedig bármi jöhet. Mostanában, ha sorozatot nézek, akkor főleg animéket szoktam nézni, de abból is ilyen bármit, ami nem egyik vagy másik. Néha van kedvem romízni, de alapvetően nem szeretem az ilyen nagyon romantikus dolgokat. Például horrorból is csak azt, ami inkább ilyen pszichológiai horror, amin gondolkozok, ami még három napig is így agyalok, hogy Úristen, az előttem veszik ki a másik ember belét és akasszák fel vele, az annyira nem szeretem. Idén is lesz-e valentinnapi smink? Lesz. És már tudom is, hogy miért fogok csinálni, lesz valentinnapi és anti-valentinnapi is, és már mind a kettőre megvan a fejemben, csak fel kéne venni valamikor. Katalin Molnár kérdezi, amikor a videóidat nézem, mindig csodálkozom, hogy lehet valaki ennyire határozott és talpra esett, mint te. Kiskorodtól kezdve ilyen a személyiséged, vagy voltak olyan mélypontok az életedben, amik miatt ilyen név váltál? Ha voltak, hogyan tudtál talpra állni? Hát, egyrészt három gyerek közül én vagyok a legidősebb. Akinek több testvére van, az tudja, hogy legidősebbként neki kell példát mutatni, meg talpra esettebb lenni, meg tőle várják el, hogy a kisebbeket, nem tudom, pesztrálja, hogyha olyan van. Ez volt az egyik. A másik pedig, hogy én nem vagyok ám mindig talpra esett, ez szituáció függő. Hogyha egyedül vagyok, a talpra esés fogalma vagyok. Ha olyannal vagyok, aki nálam bendzsább ezen a téren, a talpra esés fogalma vagyok. Ha olyannal vagyok, aki nálam amúgy sokkal talpra esettebb, akkor én vagyok a tök bendzsa. Tehát például legutóbb még egy két éve, párommal vásárhelyen voltunk, és a busz megálló, onnan ment volna a busz, az így le volt zárva, és nem volt másik busz megálló, és így néztünk nagyokat, hogy akkor hol kéne felszállni a buszra. Majd kilométeres körzetben nincs másik busz megálló, és mivel ő talpra esettebb nálam, ilyenkor én átkapcsolok Benjo módba, és én így pánik. Úristen, most mi lesz, most itt maradok örökre, ő meg akkor felhívom a pályaudvart, és megérdeklődöm, de én magamtól
biztos nem hívtam volna Flapáidba, mert utálok telefonon beszélni idegen emberekkel. Viszont ilyenkor ő a talpra esetett, de mondom, ez szituáció. Plusz muszáj. Egyszerűen lesznek olyan pillanatok az életben, amikor nem tudsz mit csinálni, muszáj talpra esetten viselkedni. De ez nekem sem mindig megy el. Csak úgy csinálok, hogy elhiggyem én is, de nem megy nekem sem mindig. Ágika apróka. Lesz-e még story time? Ha igen, milyen témákban gondolkozol? Mivel említetted már, hogy téged leginkább Egyiptom foglalkoztat, engem baromira érdekelne erről bármi. Például tévhitek, stb. Mire ez a videó kimegy? Talán már fent lesz az új story time? Ugyanebben a sminkben vettem föl, szóval elvileg fenn kell már lennie. Tudom, hogy lassan érkeznek, ez azért van, mert hogy kutató munkát igényel, és nem 2 perc. Rengeteg témaötletem van, csak ilyen főcímekben kb. 10-15 van a kis füzetembe leírva, ahova jegyzetelgetek, de hát én is szeretnék többször kirakni erről a videót, de szerintem olyan másfél-két hetente fog kikerülni, mert kutató munkát igényel, összeírni, összerakni, nem mondjak baromságot, volt olyan, hogy még többször fel kellett venni ugyanazt a videót, mert mondjuk nagy hülyeséget mondtam, vagy nem jól mondtam ki valamit, vagy találtam utólag információt, ami érdekes, fel akartam rakni, stb. Szóval ez időbe telik, ezért jönnek lassabban. Viszont, ahogy mondtam, rengeteg témám van, ebben most talán egy egyiptomos sincsem, mert főleg olyan témákra szeretnék kitérni, amit így nem tanulsz az iskolában. Ilyen érdekességek, amik felkeltetik azon emberek érdeklődését is, akik utálják a törét, meg tökük ki van belőle. De Egyiptommal kapcsolatban is szeretnék majd beletenni valamilyen témakörben. Van, mondom, rengeteg sok ötletem van, csak időt és energiát igényel, úgyhogy majd szépen jönnek, de szerintem a legújabb az már fent van, a szamurájnős. Azt szerintem már fent kell, hogy legyen, mire ez a videó kijön. Eszenyi Réka. Sokszor említetted már, hogy szoktál K-popot hallgatni, és szeretném megkérdezni, hogy milyen bandákat szeretsz, vagy szoktál hallgatni, mik a kedvenc számaid. Hát, akiktől a legtöbbet... Nekem a zene az olyan, hogy ami tetszik. Simán lehet, hogy egy bandától vagy előadótól csak egyetlen egy szám tetszik, mástól meg az összes, tehát hogy ez ilyen random. De amik közül a legtöbbet hallgatok, az Blackpink, Everglow, ITZY, aespa, akkor szóló artistok közül Alexa, nagyon underrated, nagyon tudom ajánlani Alexát. A TikTok is nagyon vicces, úristen, az a csaj, ezt imádom. Imádnám, ha barátok lennénk. Akkor most új banda a Kepler, például az új szám, a Vadadát is nagyon szeretem. Oneus. Stray Kids. Félixért meghalok, érted? Úristen, nagyon-nagyon szeretem. A 10. És azt hiszem most így ennyi. Akiket most így aktívan hallgatok. Szeretek rákeresgélni ilyen friss artistokra, debütálós bandákra, stb. Főleg bandákat szeretek hallgatni, nem pedig szóló előadókat, de ja most ők így általánosságban, akik Mamamoo, Vasa, az a nő, a lelki állatom, őket nagyon szeretem. Tarpai Tünde kérdezi, az érdekelne, hogy hol látod magad 5-10 év múlva? Ahogy én nagymama vagyok, és azt kell mondjam, hogy 2 lábbal állsz a földön. Nagyon szépen köszönöm. 5-10 év múlva. Hát, nagyon remélem, hogy már nem fog semmilyen iskolába képzésre járni most már 10 év múlva, csak hogyha a munkahelyemnek fontos. Jó lenne, hogyha lenne autóm, meg jogsim. Egyik sincs. Nem kell, hogy zsírúj legyen, használt is jó. Mármint autóban, nem jogsiból. Tök jó lenne, hogyha lenne saját lakásunk. Nem kell ház. Lakás. Ami a miénk. Olyan most vagyunk, tökéletes, imádom. Fúrhatok, faraghatok, festetek, érted? De nem a miénk. Tehát felesleges, komolyabb pénzt beleinvestálni úgy, hogy nem fogunk itt élni 20 év múlva. Itt tök jó lenne egy saját lakás és munkahely, ahol nem ébérért dolgozok meg. Egy gyűrű. Egy gyűrű, Dávid, az nagyon-nagyon jó lenne.
Az nagyon jó lenne. Miss Plüsi kérdezi, gondolkoztam-e azon, hogy profi sminkes legyek, vagy van-e olyan sminkes technika, amit szeretnél még megtanulni? Pár éve volt ilyen ötlet a fejemben, most már nincs. Nagyon szívesen dolgoznék mondjuk Fashion Week-en, backstage-ben, vagy magazinoknál sminkesként, de ebben már nem látom a jövőt. Ez már nem... Ebben már nem látom a fejlődést. A divat magazinokat is, amiket eddig vásároltam, azért hagytam abba, mert nagyon le van maradva az aktualitástól, úgy érzem sokszor, nagyon le van maradva. Ilyenben nem látom. Itthon a legtöbb esetben, és most főleg vidéket mondom, ahol én vagyok, esküvő meg szalagavató. Meg ugyanaz a neutrális, rózsaszínes, semmilyen smink, amit én meg annyira nem szeretek, úgyhogy végül is nem. Az egyetlen technika, amit nagyon szeretném megtanulni, az egy rendes cut crease készítése, mert ahhoz nagyon sekhülye vagyok. Mi lenne az álommunka számodra, hogyha YouTube-ozhatnék, meg cosplayt készíthetnék pénzért? Hogyha egész nap csak ennyi dolgom lenne, hogy alkotok. Bármit megadnék azért. Egész nap csak ennyi dolgom legyen, hogy alkotok. Ez lenne az álommunkám jelenleg. Gondolkoztam el azon, hogy külföldre költözök, ha igen, hova? Igen, gondolkoztunk rajta, főleg, hogy jönnek a választások. Az, hogy hova, az nem biztos. Gondolkoztunk Kanadában például, ami jobb helynek tűnik. Persze, most tekintsünk el ettől, nincs olyan ország, ahol minden tökéletes lenne. Nincs, ezt én is tudom. Attól, mert most mondjuk mondanám azt, hogy Luxemburg, ott sem minden tökéletes, vagy Svájc, ott sem minden tökéletes. Olyan országokban gondolkodok, ahol általánosságban jobb, mint itthon. És például az egyik ilyen, az mondjuk Kanada, csak kurva hideg van. Svédország is azért nincs a cél listámon, mert kurva hideg van. Izlandra is szívesen költöznék, de kurva hideg van, én meg azt nem bírom. De gondolkoztunk rajta, vagy ha nem is költözünk ki, külföldi cégnek dolgozni itthon, home office-ba mondjuk, mert sokkal jobban fizetnek. Megszentségtelen éthetetlenségeskedéseitekért kérdezi. Nagyon csinos vagy, köszönöm szépen. De mit teszel azért, hogy megőrizd az alakod, rábízod a genetikára, vagy követsz valamilyen diétát, mit sportolsz? Olyan 23 éves kora még genetika. Abszolút genetika, az egész családom marha vékony. Fiúk, lányok, vegyesen mindannyian vékonyak vagyunk. Én körülbelül tényleg egy 25 éves koromig 47 kg voltam max. Most sem vagyok sok, mert 50-51 között ingadozok, attól függően, hogy voltam-e már a WC-n vagy sem, de hogy nálunk mindenki ilyen vékony. Amikor elkezdődik mondjuk a hízás, az ilyen menopauza után nőknél, férfiaknál meg ugyanúgy ilyen 50 fölött konkrétan. Viszont én egész általános iskolában versenyszerűen úsztam, és versenyszerűen táncoltam, ami azért adott egy alapot. Azóta viszont hát nem csinálok lófasra, és ez meglátszik, mert hogy habár tudom, hogy elférne rajtam, ezzel tisztában vagyok, ne írjon ezért senki, rossz helyre megy, mert ahol gizda-gizda vagyok, oda nem megy semmi. Ahol már így is van, ott az úszógumi résznél, oda megy. És ez botrányos szerintem. Úgyhogy mi most párommal elkezdtünk edzőterembe járni, főleg ilyen súlyzós edzéseket csinálok. Itthon már csináltam saját testsúlyos edzést, ami arra volt jó, hogy egy kis állóképességet szerezzek, de hogyha formásodni szeretnék, és azokra a helyekre izmot pakolni, ahol nincs, és zsírt leszedni, ahol meg túl sok van, ahhoz súlyzós edzésre van szükségem, ehhez pedig edzőterembe járunk. Még csak így januárban jártam, nem tudom, a 30 napból 12-t, ami nem sok, de több, mint a semmi, viszont nem vagyok még öreg, jó? Tehát, hogy én nem gondolom ezt, de elérkezett az az idő, amikor már nem bízhatom a genetikára, mert a testem átalakulóban van, mégiscsak 28 leszek tavassza végén, és ami eddig úgy működött, hogy egész nap ültem a seggemen, zabáltam a csokit, a chipset,
egy tubus Nutella a két nap alatt kiskanállal lement, érted? Ebédre, reggelire, vacsorára. A chips, a hambi, a meki, a kóla, a szar, az energiétal, és egy dekát nem hisztem. Ha ezt most ugyanígy folytatnám, két éven belül rám se ismernétek. Amúgy már az arcom is látszik több helyen itt, hogy amikor nagyon elhanyagolom az étkezést, a rendes étkezést, csak így kerekedik az egész. Tehát, hogy ezt így nem lehet. Úgyhogy én most elérkeztem abba a korba, amikor tenni is kell érte. Nem fogyni akarok, hanem csinosodni. Mert a seggem, az botrány. Tóth Gabi kérdezi, miért nem tartod anyukáddal a kapcsolatod? Én sem tartom anyukámmal a kapcsolatot, és az érdekelne, hogy dolgoztad ezt fel, és hogy nem hiányzik. A pontos okát nem mondhatom el, mert apukám megkért rá, én pedig apukámat nagyon-nagyon szeretem és tisztelem, és tiszteletben tartom ezt a kérdését, úgyhogy ezt nem mondhatom el. A kérdésed másik felére reagálva egyáltalán nem hiányzik, én örülök, hogy nincs az életemben. A mi kapcsolatunk baromira toxikus, mi nem vagyunk jók együtt. De még úgyse, hogy külön háztartásban, nem hogy egy fedél alatt. Lehet, hogy ez egy kicsit szomorú, meg lehet, hogy sértő valakinek, de a szülő nem választhatja meg, hogy milyen lesz a gyereke, ugyanúgy, ahogy a gyerek sem választhatja meg azt, hogy milyen szülőt kap. És amikor valami nem működik, akkor tök mindegy, hogy az egy barát, az egy szülő, az egy rokon. Ha úgy érzed, akkor meg kell szakítani a kapcsolatot. Én nem csak anyával, hanem az ő egész rokoni ágával megszakítottam a kapcsolatot, mert mind hasonlóan toxikus, és olyan emberek, akik hogy is mondjam, nem segítenek, amikor baj van. Ezt most nem úgy értem, hogy mit tudom én, pénzem van, szükségem is nem adnak, hanem amikor még bátorításra van szükségem, amikor rendes, prokontra véleményre van szükségem, amikor ötletelek, akkor nem olyanok, mint amilyennek egy szülőnek, vagy egy hozzánk közel álló rokonnak lennie kell, úgyhogy ez ilyen. De nekem nem hiányzik. Én így sokkal boldogabb és kiegyensúlyozottabb vagyok. Ez egyéni. Sajnos ez van. Sajnos ezzel nem tudok mit csinálni. Neki se jutok eszébe, nehogy azt higgyétek, biztos, hogy nem jutok eszébe, szóval. Így meg vagyunk egymás nélkül. Nagy András kérdezi, hogyan állok a spiritualitáshoz? Azt tudom, hogy a katolikus egyház nem a szíve csücske, de teljesen materialista vagy, vagy hiszel valami természet felettiben. Nem csak a katolikus egyház, egyik se. Se, egyik se. A buddhizmus talán, de egyik se. Alapvetően abszolút nem vagyok spirituális fajta, viszont van két olyan dolog, amit néha így elő szoktam hozni, mert hogy vannak olyan esetek az életben, amit muszáj valahogy megmagyaráznod, mert különben az agyad nem fogja föl. És ugye sokan ilyenkor nyúlnak a valláshoz, hogy mert, hogy Isten így, mert, hogy Isten úgy. Én nem ehhez nyúlok, én egyrészt azt mondom, hogy ez a karma, másrészt pedig, hogy ennek így kellett történnie. De ez csak is kizárólag azokban az esetekben van, amikor tényleg valami olyan balfasság történik, vagy tényleg valami úgy történik, hogy egyszerűen nem hiszem el. És muszáj valami okot generálnom rá, hogy az agyam megnyugodjon. Mert különben pörög egész nap, és ezen fogok kattogni, és az csak nekem tesz rosszabb. És ilyenkor én ehhez a két dologhoz nyúlok, de alapvetően egyáltalán... Tehát úgy nem hiszek benne, hogy mondjuk mit tudom én, vegyek hozzá könyvet, vagy kutassam, vagy imádkozzak, vagy bármi, csak ilyenkor szükségem van valami kapaszkodóra, hogy ne hűljek meg saját magamtól, és akkor ebbe a kettőbe szoktam. Hát nem hinni, de hogy ezt szoktam mondani. Szabó Jászmin kérdezi, szia, nekem az lenne a kérdésem, hogy mindig nem szeretné a gyereket, vagy azóta változott a véleményem? Egyetlen nem változott, még mindig nem szeretnék gyereket. Suliba járok megint, lófasz pénzem nincsen, miből hova. Viszont nem olyan rég realizáltam valami érdekeset, és erről kikérném a véleményeteket, mármint hát azoknak, akik szintén gyerekmentességet tartanak, hogy akkor belegondoltam, fejben elképzeltem, hogy babázok, meg mit tudom én, akkor ez olyan, így nem tudom magam elképzelni, hogy gügyögök, meg babázok, meg mit tudom, nem. De amikor azt képzeltem el, hogy ez a gyerek már
legalább 10-12, de azt már el tudtam képzelni. És az ott fejben, hogy tök jó volt, hogy megcsinál majd a gyerekszobáját szépre, meg majd együtt megyünk ide-oda, meg majd elviszem állatkertbe, meg majd így, meg úgy, meg majd tanácsot adok neki az első szerelméhez, meg ilyen faszomságok, és ezt el tudom képzelni is. Azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy nekem az a problémám, hogy amíg az a gyerek kicsi, addig nem tudok vele kommunikálni. És hát nem vagyok gondolatolvasó, két sírás közül nem tudom kitalálni, hogy mi a bubánatot szeretne, vagy mit csinálok rosszul. Hiszen amikor már tud beszélni, vannak gondolatai, érzései, akkor azt el tudja nekem mondani. És ugye kicsit talán könnyebb idomulni a gyerekhez, könnyebb tanítani, stb. Ti erről mit gondoltok? Mert azt már el tudom képzelni, hogy egy nagyobb gyerekem legyen. De amíg oda eljutok, az nem. Az nem megy. Az nem tetszik. Mari Patrícia kérdezi. Szia, hogy érint, hogyha valaki felismer az utcán? Arany vasárnap láttalak a vásárban, csak féltem oda menni hozzád. Nyugodtan oda lehet jönni hozzám. A nőstény privilégiumos videóban említettem, hogy nem szeretem, hogyha ismeretlen emberek így hozzám szólnak, ne ebből ti vagytok a kivétel, mert veletek tök szívesen találkozom, tehát hogyha láttok, ha felismertek maszkban meg beöltözve, nyugodtan gyertek oda hozzám, ezért is szoktam mondjuk mondani, hogyha éppen mondokonra megyek, vagy stb. Amúgy kint leszek a Fantasy Expo-n, remélem még ez a videó kikerül, és akkor látjátok még. Igazából nyugodtan gyertek oda, aki találkozott már velem, az el tudja mesélni, hogy megölellek benneteket, ha kell, közös fotót csinálok, beszélgetek, tehát hogy semmi probléma nincsen, nem harapok, csak úgy nézek ki. És pont emiatt szoktam félni, hogy nehogy véletlen valakit megsértsek, hogy megbántsak, mert nekem az alapvető arcbeállításom az a resting bitch face, és ilyen olyan arcom van, hogy ez valami botrány, néha véletlen tükörben nézek, és akkor látom. És én nem akarom, hogy bárki azt gondolja, csak így random, hogy mit tudom, én hordom az orromat, meg én el vagyok magammal, mert amúgy nem, csak az alaparcbeállításom ilyen. Hogy nyugodtan odaértek, még hogyha úgy tűnök, hogy mérgesnek nézek ki, az tényleg az alapvető arcom. Viszont megszokni, még nem szoktam meg. Nekem ez egy olyan új érzés, nem tudom, nekem ez olyan fura, mert én nem érzem magam így senkinek, hát ki vagyok senki, hát random csaj az interneten dumál minden hülyeségről, de hogy nekem ez olyan fura. Furcsa olvasni, meg mondjuk hallani, amikor valaki azt mondja, hogy felnéz rám, vagy oda véleményem, mert hogy nem vagyok senki, nem vagyok semmi nagy cucc, érted? Úgyhogy nekem ez még fura, de nyugodtan gyertek oda, ha láttok, oda lehet jönni. Volt itt egy tök jó kérés, viszont név cenzúrát kért az illető, úgyhogy ezt ki is húzom. Nekem úgy hallatszik, mintha lealacsonyítanád a férfiakat azzal, hogy a rossz férfi tulajdonságokat és fajtákat mutatod be, de a nőképet úgy fested le, mint az okos cuki teremtő. Ez mennyire tudatos? Ez egy nagyon jó, erről akartam amúgy beszélni, csak még nem tudtam, hogy hova, de akkor megragadom az alkalmat. Nem tudatos amúgy. Ezt én is észrevettem, és én is elgondolkodtam azon, hogy lehet, hogy ez így rosszul jön le. Viszont ezeket a témákat különböző, hát vagy kutatok egy másik témában, és akkor találok egy ilyet, és úgy gondolom, hogy hát ezt muszáj veletek megosztani. Vagy éppen történik valami a világban, aminek hírértéke van, és meginspirál videó készítésére. És tény, hogy most elég sok olyan videó jött össze, amiben a férfiakról alkotok elég erőteljes véleményt. Én nem gondolom, hogy minden pasi disznó, és azt sem gondolom, hogy minden nő az tökéletes és csodálatos, mert hát nők közül is, úristen, akarok majd csinálni egy olyan videót, ahol a különböző női baromságokat szeretném elmondani, mint nő, ugye női szemszögből, de szeretnék majd ilyen videót csinálni, de tudom, hogy ez most így összejött, így egymás után, de nem tudatos, csak tényleg így jött ki. Alapvetően a célom most ezekkel a vélemény meg tabutalk videókkal, hogy nagyobb témákat érintsek, és amikor ez elfogy, akkor konkrét esetekben szeretnék véleményt nyilvánítani. Hasonlóan, mint a Ready to Blair csatorna, hogyha ismeritek, akkor tudjátok, miről beszélek. Én nagyon-nagyon szeretem, ott konkrét esetek vannak, és akkor ott elmondja a véleményét, hogy ez így miért nem jó, vagy ez miért bullshit, és vegyesen van a férfiak, nők, idősek, fiatalok, stb.
viszont előtte az általános témákat akarom átvenni, hogy majd vissza tudjak utalni ezekre a videókra, hogy ne kelljen újra és újra és újra ugyanazt elmondani, mert egyszer már elmondtam, és az ott szépen össze van szedve, de a nőkről is lesz majd készítve videó. Meg tényleg többször elmondom, én nem gyűlölöm a férfiakat, csak van köztük nem kevés, akinek változtatnia kellene elég sürgősen. Akkor volt egy pár kérdés arról, hogy lehet-e velem lolozni vagy genshinezni. Most még nem mondom el a felhasználóimat, mert azt szeretném, azt találtam ki, hogy amikor majd elindítom a Twitch-et, akkor majd ott elmondom, és tudunk együtt játszani. És akkor milyen tök jó lenne, mondjuk valamelyik nap, négy másik nézőmmel lolozunk, és balfaszoskodunk például. Tök fán, vagy valami Genshin eventet, három másik nézőmmel együtt csinálunk meg, hasonló dolgokon gondolkodtam, úgyhogy azt majd akkorra. Akkor volt kérdés, hogy lesz-e még storytime, lesz-e az iskolai bántalmazásról szó, a vallásról szó és a macskáimról szó. Igen, készülnek ezek a dolgok. A macskákról akarok egy külön videót, mert a rendes elhivatott szülőként rengeteg kép és videóanyagom van, és össze szeretném vágni egy ilyen kis cuki egyszerű macskás videóba, tudjátok, ilyen kis szívmelengető egyszerű videóba. Storytime is lesz még, csak elég kevés olyan sztori van, ami alkalmas a nagy közönség számára, ami vicces, vagy érdekes, vagy tanulságos, és nem akartam egyszerre előni az összeset. Jelenleg van egy pár még a fejemben, csak kevés ahhoz, hogy ezt évekig tudjam csinálni. Az iskolai bántalmazás és a vallás pedig, tudom, hogy ígérgetem már egy jó ideje, készülök is rá. Mind a kettő olyan téma, ami, mint a nők elleni bántalmazásos videóm, hogy nagyon fel kell készülnöm, hogy nem mondjak esetleg hülyeséget. Viszont kell hozzá egyfajta lelki állapot, főleg az iskolai bántalmazásos témához, mert én azt 12 évig éltem, szerencsésen, és nem akarom úgy előadni, hogy sértettséget érezzetek, hogy is mondjam. Az egy nehéz videó lesz. Már tudom, hogy két részben fogom megcsinálni, de az egy nehéz videó lesz, mert hát most mosolygok rajta, de életem legrosszabb, egyik legrosszabb időszaka volt eddig valaha, főleg az általános iskolai bántalmazások, és nem akarom úgy megcsinálni a videót, hogy ez egy sírós, jaj, én vagyok az áldozat, és mindenki sajnáljon, és én jaj, hanem tanulságot szeretnék levonni, másik oldalról is szeretném megbeszélni a problémát, és értek, ehhez kell egyfajta lelki állapot. Ezt nem lehet csak úgy random leülök egy vasárnap délután és felveszek, ehhez kell egyfajta lelki állapot, és a vallás is hasonló téma, azt sem lehet csak úgy felvenni videóra. És jöjjön az utolsó kérdés, hát elnézést kérek, én ezt nem mondom ki, mert biztos, hogy rosszul mondom. Mivel te is animés vagy, gondoltam, kikérem a véleményed arról, hogy állsz nőként az ottani ábrázolásokhoz. A legtöbb esetben a súllyal bíró női szereplőknek van túl erotizált vagy túl infantilizált teste. Alapvetően engem az nem zavar, hogyha egy animében egy lány csocsos. Rengeteg olyan animét nézek, szinte nem is lehet ma olyat nézni, amiben ne lennének csocsok. Nem cicik, nem meleg, csocsok. És ez engem nem zavar, mert a másik oldalon meg ott van az, hogy a férfi ábrázolások meg sokszor magas, erős, kigyúrt, és a srácok nagy része sem úgy néz ki. Ami engem jobban zavar, és ezt egyszer feltette valaki nekem komment meg kérdésben, ami engem nagyon zavar, de már úgy igazán, eddig is zavar, de most már úgy a tököm tele van vele, az a kislányok szexualizálása egy animében. Miért? Miért? De én ezt nem. Ott van például a No Game No Life, kurva jó anime. Nincs befejezve, úgyhogy el se kezd, de iszonyatosan jó anime. A főszereplő srác a saját húgát, ami, aki nem tudom, 9-10 éves, szexualizálja.
a Jobless Reincarnation remek anime, nagyon izgalmas, sírós remek anime. Van benne egy mellékszereplő, egy démon császárnő, aki elvileg nem tudom hány ezer éves, de úgy néz ki, mint egy fejletlen 8 éves. És vannak, akik őt meg akarják dugni. És akkor jönnek ezzel, hogy de hát ő elvileg nem tudom hány száz meg ezer, nem érdekel, ha úgy néz ki, mint egy 8-10 éves gyerek. Nem. És legdurvább, hogy csinálnak, vannak ezek a teljes testpárnák, ugye egyik oldal ilyen ruhába fekve, a másik oldal meg bázi mesztelen. Ezekkel a gyerek szereplőkkel. A Genshin Impact-ben ott van Klee, aki az egyik kedvenc karakterem, aki egy kislány. Mennyi? 10-12 éves a karakter elvileg? És róla is van ilyen mesztelen fekvős, egész alakos párna. Hagyjál már! Tök undorító. De fiú karakterekkel nem feltétlen csinálják ezt, van egy pár példa persze, de hogy az nem olyan elterjedt. És most is itt van például zsírúj anime, a World's End 3, amit most kezdtünk el nézni, abból van manga, ha jól emlékszem. Ez három rész jött ki, csöcsök. Tehát ha csöcsöket akarsz nézni, akkor azt nézd cenzúrázatlanul, az csöcsök, így az arcodba csöcsök. Amivel nincsen probléma, hát jó van. Hát most kit érdekel? De hogy van ott egy kislány, akit olyan ruhába rajzolnak meg, hogy az már hogy nem belevág a pinájába. Most nem tudom szebben mondani. Fel nem foghatom. És olyan kínos ezt nézni. És leszarom, hogy mennyire erős, leszarom, mennyire bedesz, leszarom, hogy hivatalosan hány évesnek kéne lenni. Nem. És tudnék még annyi ilyen animét mondani, ami amúgy nagyon jó anime. Tehát iszonyatosan úristen a sztori, a rajzolási mód, a csavarok, annyira jó. És tesznek bele ilyen baszható kislányokat. Hát én ebbe bele fogok egyszer halni. Én ezt nem bírom. Úgyhogy nekem így erről lesz a véleményem, hogy leszarunk ki mennyire csöcsös, de kislányokat ne. Nem. Nem. Úgyhogy igazából ennyi volt már ez a mai videó, remélem tetszett nektek. Ha pedig nem szeretnél lemaradni a többi videómról, akkor pedig iratkozz fel a csatornára, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!